Napok óta gyanúsan habzik a kenyérmezei patak dorog közelében, az ok egyelőre ismeretlen, több helyi arra gyanakszik, valahogyan valamilyen szennyezés került bele, ugyanis azt mondják, a benne lévő élővilág is sérült. Információink szerint magas szerves anyagtartalom miatt alakulhat ki ilyen jellegű habosodás. Mentették a sebesülteket a gyerekek csütörtökön a nyergesújfalui Hajnal Tamás sportcentrumban. A megyei katasztrófa védelmi versenyen a komáromi, az esztergomi és a tatabányai selejtezők legjobbjai vettek részt. Beindul a szakmák éjszakája pénteken 18 órától Esztergomban, a helyi Bottyán, Géza Fejedelme és Balassa iskolákban. A 4 órás program során 40 szakma mutatkozik be játékos formában. Este 7:30 és 9:30 között ingyenes kisvonattal lehet utazni a helyszínek közt. Egész nap zárva lesz az esztergomi fürdő, szombaton ugyanis elbontják a sátrat az 50 méteres medence fölül, így április 14-én megnyit hivatalosan is a strand, szombatig az úszók csak a kisebb medencét használhatják.